Tisztelettel köszöntöm a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából rendezett EGRI megnyitó ünnepség résztvevőit. Megkülönböztetett tisztelettel is köszöntöm körünkben dr. Kaptai György egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját. Aki egyben az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke is ilyen minőségében van jelen közöttünk. Köszöntöm dr. Lobocki Jánost, a MAP Heves megyei alelnökét, egyetemünk filozófia tanszékének oktatóját. Mincér Gábor urat, Eger megyei jogúváros alpolgármesterét. Valamint a házigazda képviseletében egyetemünk vezetőit, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszonyt. Dr. Váci Kálmán Zoltán általános rektorhelyettest. Dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes asszonyt. És végül, de nem utolsó sorban a tudományos rektorhelyettesét egyetemünknek, dr. Juhász Tibort. Valamint a Jászberényi Kampusz képviseletében Varró Bernadett főigazgató asszonyt. Engedjék meg, hogy köszöntsem a szenátus és az egyetem tisztelt tanácsadó testületének valamennyi megjelent tagját, a karok, képviselőit, oktatókat, hallgatókat és minden kedves érdeklődő egyetemi polgárt, vagy egyszerűen az egyetemi városból, a térségből érkező érdeklődőt, akik elfogadták meghívásunkat. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszonyt, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt elnök úr, alelnök úr, alpolgármester úr, kedves kollégák, kedves hallgatók, tisztelt hölgyeim és uraim! Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn. Szicsényi István szavai ezek, aki közel 200 évvel ezelőtt felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét egy magyar tudós társaság létrehozására. Erre emlékezve 1997-től rendezzük meg a Magyar Tudomány ünnepét, és ezt tette lehetővé a Magyar Tudományos Akadémia megalakulását is. Ehhez a programhoz csatlakozik egyetemünk is november hónapban széles választékú tudományos kutatások bemutatásával. Ilyenkor november tájékán sokat elmélkedünk a tudományról. Mit is jelent a tudomány fogalma? A tudomány definíciója nem egyszerű. Benedek István író, orvos, orvostörténész megfogalmazásában az egyetemes gondolkodás évezredes fejlődése a tudomány egy nagyvonalú felvilágosodási folyamat. Kezdete visszanyúlik az emberiség eredetéig, nem tudjuk, hogy mikor indult el ez a folyamat, és véges sohasem lesz, legalábbis addig, amíg lesz gondolkodó ember. Más definíció szerint a tudománya bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység, és az ezen tevékenység során szerzett ismeretek összessége. Miközben meghatározzuk a tudomány definícióját, ne feledkezzünk meg arról, hogy a tudomány nem önmagáért van. Ahogy elődeink felelősen átörökítették tudományos eredményeiket a későbbi korok nemzedékei számára, nekünk is küldetésünk, hogy tudományos eredményeink felelős kérdésekre adott felelős válaszok eredményeképpen szülessenek meg, és a jövőbe íveljenek. Az idei tudomány ünnep mottója szerint tudomány iránytű az élhető jövőhöz. Hogyan lehet iránytű a tudomány? Hogyan mutathat utat egy élhető jövő felé? Úgy, hogy a valóságot kutatva, az elért eredményeket és ismereteket közzétéve megtaláljuk és megmutatjuk az irányt,
amely az élhető jövő felé vezet. A harmadik évezred elején a társadalmi, politikai, kulturális változások felgyorsult időszakában rendkívül nehéz és felelősség teljes feladat hárul a tudományra. A 21. század tudásalapú, de egyben értékválsággal terhelt társadalmában élünk, ahol számtalan kihívásra kell reagálnunk. Egyre jobban teret hódít a globalizáció, a tömegkommunikáció, a digitalizáció, a globális klímaváltozás, természeti katasztrófák, világjárványok, globális ökológiai rendszerek sérülése, a COVID-19 krízis és ennek gazdasági hatásai mind olyan fogalmak, egyben olyan nehézségek, amelyekkel nap mint nap szembe kell néznünk. A környezetben zajló folyamatokat azonban csak a tudományos eredmények ismeretében érthetjük meg. A tudományos folyamatok feltárása, az eredmények, tudományos bizonyítékok értelmezése által tudjuk a jelen történéseinek várható következményeit meghatározni. A ránk váró negatív következményeket elkerülni, a pozitív, élhető jövő feltételeit pedig a tudomány segítségével megtalálni. Mai világunkban, amelyet a tudomány és a technológia gyors fejlődése is jellemez, katolikus egyetemként feladataink még fontosabbak és sürgősebbek. Erre figyelmeztet bennünket Szent II. János Pál pápa az Ex Corde Ecclesiae című apostoli rendelkezésében. Idézem. A tudományos és technikai felfedezések hatalmas gazdasági és ipari növekedést eredményeznek, ez azonban elkerülhetetlenül igényli hasonlóan fontos cél kutatását, annak garantálására, hogy az új felfedezéseket az egyén és az egész társadalom javára használják fel. Ha minden egyetem felelős a cél kutatásáért, a katolikus egyetemnek különösen meg kell felelnie ennek az igénynek. Keresztény inspirációja segítségével a kutatás erkölcsi, lelki és vallási dimenzióival is rendelkeznie kell, és a tudomány és a technika eredményeit a teljes emberi személy perspektívájából kell felmérnie. Ennek jegyében indítunk el Hit és az ész dialógusa címmel egy előadássorozatot, amelynek során neves hívő kutatók, tudósok tartanak majd előadást. A nyitó előadáson november 23-án Frivalszky János jogfilozófus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára lesz a vendégünk. Ígérte előadását Freud Tamás, a neves agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is. A Szent II. János Pál pápa szerint annak a küldetésnek, melyet az egyház nagy reménységgel a katolikus egyetemekre ruház, nagy fontosságú tudományos, kulturális és vallási jelentősége van, mert az emberiség jövőjét érinti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a tudomány ünnepét. Köszönöm a figyelmüket. A mai konferenciához és a novemberben rendezett tudományos programokhoz tartalmas szórakozást kívánok. Tisztelettel köszöntöm rektorasszony gondolatait. Azt hiszem kellő alapot és megközelítést biztosítottak az egyetem, egy katolikus egyetem részéről. És most pedig nézzük meg azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia részéről mi a mai napon az üzenet. Felkérem tisztelettel dr. Kaptai Györgyöt, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának elnökét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét.
Köszönöm szépen. Ha jól értem, az a szabály, hogy aki a mikrofon előtt áll, az leveti a maszkot, ugye? Hát kedves nézőim, akkor vessenek magukra, hogyha egész estig engem fognak itt nézni. Én is utálom a maszkot, és imádok beszélni, és ennek a kettőnek a kombinációja kicsit veszélyes ennek az ülésnek a végkimenetére nézve, de azért próbálok önkontrollt gyakorolni, majd alelnök úr, rektorasszony, nem is tudom melyiküket nézem elsősorban, majd adjon nekem jelzéseket, ha úgy érzi, hogy már vissza kéne vennem a maszkomat. Köszönöm szépen. Hát elindult 2021-ben is a tudomány ünneplése, és hála Istennek legalább jelenléti üzemmódban vagyunk, Hamaszban is, mert ugye tavaly még ez sem adatott meg nekünk. November 3-án Budapesten, aztán ahogy illik egy nappal később Miskolcon, majd nem mondom, hogy ahogy illik, de ma Egerben, hiszen azt talán mindenki tudja, hogy Eger, Miskolc, Sárospatak között cserélgetjük az első regionális előadásoknak a helyszínét. Hát ebben az évben a helyszín az Miskolcon volt. De ha már Egerben vagyok, akkor örömmel jelentem be, hogy két egri kolléga is kitüntető díjban részesült a MAB, a Miskolci Akadémia Bizottság részéről. Ez Jedovszky Pál professzor, nem tudom, itt van-e, de ha nincs itt, akkor is tapsoljuk meg. Köszönöm szépen! Hát ő természettudományos kategóriában kapott kitüntető díjat. Az itteniek biztos ismerik az ő tudományos tevékenységét, a hidrogén-cianid molekulának az élet keletkezésében játszott szerepéről beszélt. Most kicsit megrettentem, mert ugye ez persze nem itt csinálta a Katolikus Egyetemen, hanem elment Miskolcra, ahol nincs Katolikus Egyetem. És ezen kívül még Dorna László kapott egy fiatal tudományos díjat, akit a Pszichológiai Szakbizottság jelölt erre, szerintem őt is tapsoljuk meg. Én voltam már Katolikus Egyetemen egyébként, előadni is, sőt témavezető is voltam, egy PhD dolognak volt a témavezetője, anyagtudomány, környezetvédelem, kémia határterületén, ez Brüsszelben volt, Belgiumban. Akkor egy kicsit csodálkoztam, hogy katolik, jó, hát oké, hát végül is, de teljesen egyetemnek tűnt, és az illető meg is kapta a PhD fokozatát, és ott nagyon jó együttműködés alakult ki a kollégákkal, nyilván ez így volt, így marad, és így lesz a jövőben is közöttünk. Bár ha már itt a tudomány megszólalhatott, azt szeretném elmondani, bár biztosan mindenki tudja, hogy tavaly előtt 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia újrafogalmazta a küldetés nyilatkozatát. Hát mivel indul a küldetés nyilatkozat? Azzal, amit rektor asszony már bemutatott nekünk, nyilván Széchenyivel. És még majd erről a magyar nyelvvel kapcsolatos dologról, erről még egy picit majd szeretnék beszélni. Leszögeztük Széchenyi szempontjából, hogy milyen fontos az egész, majd aztán sokat beszél ugye ez a küldetés nyilatkozat sok mindenről, fontosnak tartja az akadémia az áltudományok elleni harcot, amelyek ugye nem tudományos alapossággal feltárt ismeretek, és itt valahogy előjött a vallás, egy kis zavar támadt a teremben, de aztán egy huszárvágással megoldottuk a problémát, mert jött egy javaslat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia küldetés nyilatkozatába kerüljön be egy olyan mondat, amit most bocsánat, nem fogok szó szerint idézni, de a lényege az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a tudomány nem foglalkozik vallásügyi kérdésekkel, pont, megszavaztuk közel 100%-ban. Akkor még azt hittük, hogy majd biztos ez szimmetrikus lesz, és majd biztos az egyház sem foglalkozik tudományos kérdésekkel, de nem kell mindennek szimmetrikusnak lenni, kedves hölgyeim és uraim. Ez most így alakult, és minél erősebbek vagyunk, minél többen vagyunk, akik a tudományt művelik, ez szerintem annál jobb. És ha már itt a küldetés nyilatkozatnál tartottunk, akkor egy olyan bekezdési szerepel abban a bizonyos küldetés nyilatkozatban, hogy mennyire fontos a magyar tudomány fejlődése szempontjából az MTA doktori értekezéseknek az intézménye, hogy egyáltalán van ilyen, van egy ilyen megmérettetés. És hát persze mindenki tapsolt velem az élen, én azonban jelentkeztem, hogy jó, de akkor most próbáljuk összekapcsolni az első paragrafust a 28-as paragrafussal,
és az utóbbiba írjuk be, hogy és lévén, hogy mi még mindig Széchenyi által alapított MTA-n tesszük mindezt, az MTA doktori értekezést, ezért, ha lehet, akkor legalább a magyar anyanyelvű kollégánk, akik ilyen MTA doktori értekezést adnak be, azok legyen szíves, ezt magyar nyelven adják be, azt magyar nyelven bíráljuk, vagy bírálják, aki bírálja, és hát nyilván a védés is magyar nyelven legyen. És ez teljesen, hogy mondjam, szűzies naivitással, igazam teljes tudatában terjesztettem be ezt a dolgot, és azt gondoltam, hogy biztos véletlenül kimaradt ez a mondat, de nem. Szembesültem vele, hogy még csak a szavazás közelébe sem került a javaslatom, hiszen jelentős számban voltak akadémikus társaim, akik erről hallani sem akartak. Kedves kollégák, én nem akarok ünneprontó lenni, ilyen a magyar tudomány, de a magyar tudományt én szerintem két nyelven kell működtetni. Nyilván van a tudomány nemzetközi nyelve, ma az angol nyelv, minket erről senki nem kérdezett meg, és hát előre szólok, hogy nem is fog senki megkérdezni minket arról, hogy szeretnénk-e, hogyha az angol nyelv lenne a nemzetközi nyelv. Ehhez azonban alkalmazkodnunk kell. Kis nemzet vagyunk, ugyebár. De hát van nekünk egy nagyszerű anyanyelvünk, ez a magyar anyanyelv, és nagy örömre szolgálja, bejelenthetem, hogy a MAB, ennek persze a Heves megyei képviselő is, többek között alelnök úr és egyéb Heves megyei képviselők is, egyhangulag megszavazták azt az ajánlást, tervezetet, amit előkészítettünk, és ami a magyar tudomány kétnyelvűségéről szól. Persze elegánsabb lett volna megvárni, amíg a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége terjeszt elő egy kétnyelvűségi határozatot, aminek persze része a magyar szakmai nyelv védelme, de hát úgy éreztem, hogy ezt én várhatom, ez nem fog megtörténni, hát akkor kezdjünk el alulról építkezni. Ezt most nagyon röviden ismertetni szeretném, bár feltételezem, hogy itt Egerben valószínűleg nyitott kapukat döngetek, remélem, de azért picit megdöngetem ezeket a kapukat, jó? Hiszen épp a napokban volt az unokaöcsémnek a PhD védése Budapesten. Az unokaöcsém persze magyar állampolgár, a tudományos vezetője magyar állampolgár, a PhD disszertáció persze angol nyelven íródott, és angol nyelven volt a védés és a bírálat. Hát ez a no comment kategória, ez ugye nem volt túl szép most így nem magyarul, és hát természetesen nem a gyerek, a 28 éves gyerek a hibás, mert ő minden nagyon jól csinál, hanem hát valószínűleg a környezete felvett olyan szokásokat, amelyek afelé mutatnak, hogy hát oldjuk meg az életünket egyszerűen. Az a helyzet ugyanis, hogy hát nyilván leszámítva a hungarikumokat, főleg a természettudományok, az orvostudomány, a matematika, nézek rektor helyettes úrra, kicsit félve, de hát az én műszaki tudományom is nagyrészt angol nyelven művelődik, bocsánat a szenvedésért, nagyrészt magyar angol nyelven műveljük, és természetesen plusz erőfeszítést igényel, dupla annyi órát tartani az egyetemen, hogyha angolul is, meg magyarul is ugyanazt be akarom mutatni, és én ezt a dupla erőfeszítést most ebben a félben belenyomom a dologba, meg az is, hogy kövessük a világirodalmat. Bőven elég azt követni angol nyelven, naponta születnek az új fogalmak, természetesen angol nyelven, bőven elég azt értelmezni, definiálni, belehelyezni a többi fogalom egységébe, de ráadásul nekünk van egy plusz feladatunk, nekünk magyar nyelvű szakkifejezéseket kell létrehoznunk, azokat művelnünk kell, és a tudományunkat magyar nyelven nem belekeverve, mindenféle, mondjuk angol szavakat kell művelnünk, továbbadnunk az ifjaknak. Ez nem egyszerű, és nem nyilvánvaló. A Miskolc Egyetemen például készül egy űrmérnöki képzés. Komoly vita van arról, hogy milyen nyelven folyjon. Sőt, hát a külügyminisztérium indít egy űrképzést, ami nem ugyanaz, mint az űrmérnök képzés. Az űrképzésnek vannak egyébként társadalomtudományi vonatkozása is. Hát a külügyminisztériumban, amikor ez az ugye együtt voltunk ott rektorhelyettes úrral, ha jól emlékszem, ott föl volt téve a kérdés, hogy milyen nyelven. Én javasoltam a kétnyelvűséget, és le lettem szavazva.
Bár valami történt, nem tudom mi, nem én csináltam, hetekkel később kaptam egy e-mailt, gondolom Tibor is, hogy valamiért mégiscsak kétnyelvű lesz a képzés, aminek én nagyon örülök, hogy tényleg így alakul, de hát ez nem volt nyilvánvaló. Most mire gondolok akkor, amikor erről egyáltalán beszélek? Milyen ajánlások vannak itt? Hát olyan ajánlások, hogy minden tudományterületen, minden tudás elérhető legyen magyar nyelven, maga a tudás is, meg a vizsgáztatás is, a számonkérés is. A tudományos dolgozatok a tudományos diákkörtől az MTA doktoriig, nyilván magyar anyanyelvűekről beszélek, magyar nyelven szülessenek, azokat magyar nyelven bíráljuk el, és magyar nyelven vitassuk meg. Biztosítsuk azt, hogy minden tudományterületen legyen, maradjon magyar nyelvű szaklap, szakfolyirat olyan, aminek a szerkesztősége nem dönt úgy, hogy na jó, akkor eddig nyomtuk magyarul, mostantól kezdve váltsunk át angolra. Nem baj az, hogyha Magyarországon születnek angol nyelvű nemzetközileg is látszó szakfolyiratok, az azonban baj lenne, hogyha bármelyik szakterületen ezek lecserélnék, a teljes mértékben lecserélnék a magyar nyelvű oktatást. Nem baj az, hogyha nekünk van angol nyelvű oktatásunk is. Az lenne csak a baj, ha az angol nyelvű oktatásunk teljesen lecserélné a magyar nyelvű oktatásunkat. És természetesen, amikor kétnyelvűségről beszélünk, akkor az éremnek van egy másik oldala is. Itt vannak a főleg magyar nyelven művelt tudományok, ezeken belül a hungarikumok, hát amiket ugye definíció szerint magyarul művelünk. Én azt kérem önöktől is, akik ilyen tudományterületen vannak, hogy picit mozduljanak, legyenek szívesek a komfortzónájukból, és mondjuk a tudományos testmozdulataiknak a 10%-át kövessék el angol nyelven azért, hogy azt a sok csodát, amit a magyar kultúra rejt, azt ismerjék meg külföldön is, és persze ez nem egyszerű, mert ehhez nyilván valamilyen kontextusba kell helyezni ezt az ismertetést, a magyar kultúra bemutatását, nevezetesen egy valamilyen nemzetközi kontextusba, ami hát persze puszmunkát igényel. De higgyék el, nekünk is puszmunkát igényel magyar nyelven publikálni, évente legalább egyszer. Én ezt vállaltam, saját magam számára én ezt csinálom. Ez puszmunkát jelent ahhoz képest, mint hogyha én Amerikában születtem volna, és eszembe se jutna nyilván magyarul publikálni, nem boldogan publikálnék azon az egyetlen nyelven, amit beszélek. Nekünk bizony dupla feladatunk van, ezt vállalnunk kell. Nem árt, ha ez szimmetrikus, legalább egy 10%-ban szimmetrikus kétnyelvűséget sikerül megtartanunk. Ezt minden ünneprontásként mondtam el, csak azért mondtam el, mert a tudomány azon kívül, hogy ünnepli önmagát, meg ünnepli a kutatókat, ezen kívül nem árt, hogyha szembenézzünk a kihívásokkal, hát kihívás az persze van. Több kihívásról nem beszélek, mert úgy látom, hogy ideje visszavennem a maszkomat, és teret adnom másoknak is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek gratulálok, mindenkinek jó ünneplést kívánok, sok jó konferenciát itt Egerben is, és hát a jövőre műveljük együtt a tudományt. Kétnyelvűen, angolul, de a magyar anyanyelvünkről nem megfeledkezve. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen elnök úr szavait, gondolatait. Megmutatjuk, hogy vegyes a kép a publikációk tekintetében, hiszen most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tudományos Tanácsának véleményezése alapján a szenátus döntése nyomán éppen arról lesz szó, hogy mely egyetemi polgárok kaphatnak tudományos publikációért díjat ebben az évben. A 2019-ben megújult díj az adott tudományterület sajátosságai szerint kiemelkedő tudományos eredmény vagy műalkotás elismeréseképpen több kategória besorolásban adományozható a publikáció szerzőjének vagy szerzőinek. Egy kategóriában több jelölés is benyújtható, illetve az adott kategóriában több díj is odaítélhető. Tisztelettel megkérem most rektorasszonyt és tudományos rektorhelyettes urat, hogy a 2020-ban megjelent publikációk alapján szenátusi döntés értelmében a tudományos publikációs díjban részesített művek szerzőinek adják át az erről szóló dokumentumokat. Tudományos publikációs díjat nyert a PhD díjállá fokozattal rendelkező, de MTA doktori fokozattal nem rendelkező szerző kategóriában Antal Éva.
publikációnak témája repedések és redőzetek, filozófia, irodalom, művészet. Nincs közöttünk, de felolvasom Bognár József publikációjának témáját, tapsoljuk meg őt is. Tehát Bognár József a testnevelő tanár képzésre vonatkozó dokumentumok egységessége az elvek, tartalmak és értékek mentén, a képzési kimeneti követelmények, a pedagógus kompetenciák, a pedagógus életpálya modell és a NAT 2020 összevetése. A következő díjazott, aki egy publikációs kollektíva nevében veszi át az oklevelet, Hegyi Kaló Júlia. A publikációt pedig közösen jegyzi Hegyi Kaló Júlia, Hegyi Ádám, István, Gem József, Zsófi Zsolt, Pálfi Xénia és Váci Kálmán Zoltán. Sok szeretettel gratulálunk. A publikált kutatás címe a szőlőbogyók fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságainak vizsgálata az aszúsodás folyamata során. Ez angol nyelven történt a publikáció. Következő díjazottunk Imrényi András. Angol nyelvű dolgozatának témája fejezetek a függőségi nyelvtan történetéből az ókortól tenyérig. Gratulálunk. Körömi Gabriellát kérem, hogy fáradjon ki az oklevél átvételére. Francia nyelven írt publikációjának címe Valahol Afganisztánban vagy másút általános érvényű földrajzi kontextus Atik Raimi Szengély Szabur, azaz Türelemkő című regényében. Ludányi Zsófia, angol nyelvű dolgozatának témája, hogy a nyelvi ideológiák a magyar orvosi nyelv alakításban. Szeretettel gratulálok. És tudományos publikációs díjat vehet át PhD, DLA fokozattal nem rendelkező szerző kategóriában Balogh Gergő, költészet fenséges a 2010-es évek fiatal magyar költészetéről címmel szerzett publikáció nyomán. Egyetemi előjáróinknak szívből köszönöm a közreműködést, és a publikációs díjat elnyert valamennyi egyetemi polgárnak szeretettel gratulálunk. Munkájukhoz, további életükre Isten áldását és sok sikert kívánunk. Szép hagyomány, hogy a Magyar Tudomány ünnepének megnyitóján egyetemünkön több tudományos előadás is elhangzik kutatóink részéről. Katolikus egyetemként sincs ez másként, hogy a tudományos előadásokat hiteles módon vezessük be, ezúttal átadom a szót dr. Juhász Tibor, tudományos rektorhelyettes úrnak, továbbiakban ő vezeti majd le a tudomány ünnepének egri nyitó eseményét. Kedves kollégák, kedves vendégeink, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és egyben köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon örülök, hogy együtt tölthetjük ezt a szerda délutánt a magyar tudomány és annak művelői tiszteletére. Ünnepi ülésünket tudományos előadásokkal folytatjuk. Előadóink mindazon kollégáink lesznek, akik ebben az évben kaptak egyetemi tanári kinevezést, illetve nyertek OTKA kutatási pályázatot. Első előadónk dr. Fábián Máté, a Történelemtudományi Intézet adjunktusa. Máté az Eszterházy Károly főiskolán kezdte meg tanulmányait 2012-ben történelem BA szakon, ezt követően a disziplináris MA és PhD képzést is Egerben végezte el. Az azóta könyvformában is megjelent doktori értekezését 2018-ban védte meg, témavezetője Rajnerem János egyetemi tanár volt. Egyetemi évei alatt az eredményes tudományos munkán túl az intézményi közéletben is részt vett, karrierelnökként vezette a BTK hallgatói önkormányzatát. 2014-ben megkapta a Gárdonyi Géza díjat, 2017-ben pedig az Eszterházy Károly Egyetemért emlékérem bronz fokozatát. 2017 óta oktat az intézményben, támogatásával 8 hallgató jutott az OTDK-ra, akik közül egy fő országos első és egy pedig országos második helyezést ért el.
Több sikeres konferencia megszervezését követően a régiótörténeti kutatócsoportban folytatott munkájára, valamint az általa vezetett hallgatói kutatásokra építve önálló kutatócsoportot szervezett, amely 2021-ben Otka támogatásban részesült. Ezt szívből gratulálunk, és egyben kérlek, Máté, tartsd meg az előadásodat. Tisztelt rektorasszony, tisztelt elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy ezen alkalommal előadhatok. Vajda Miklós, ismert magyar műfordító és kritikus, egy 1955-ös előszavát a témánk szempontjából releváns megállapítással kezdi, idézem. Aki a múlt század utolsó évtizedeinek színesen kavargó közéletében, vagy máig is eléggé feltérképezetlen irodalmi világában el akar igazodni, legokosabban teszi, ha első kalauznak, Mikszátot használja. Majd később kiegészíti azzal, hogy Mikszát legtöbbször nagyon jó kalauznak bizonyul, hiszen mikor eleresztjük a kezét, hogy mélyebbre hatoljunk, már nemigen tévesztjük el az irányt. Eddig az idézet. Jelen előadásomban igyekszem Vajda tanácsát megfogadni, és Mikszát Kálmánnal bevezetni a témát azzal a bizakodással, hogy a hátralevő 29 percben nem fogunk irányt téveszteni. Előadásom főhőse a főispán. Így általánosságban nézve a főispán, ugyanis egy olyan hagyományos társadalmi csoportról beszélhetünk, amelynek tagjai évszázadok óta jelen voltak a magyar közéletben, a 19. század második felétől radikálisan megváltozott szerepet töltöttek be a magyar állam és közigazgatásban, majd a 20. század közepén megszűnt ezen tisztség, máig úgy tűnik véglegesen. Nézzük hát, hogyan láttatta szereplői által Mikszáth Kálmán egyik leghíresebb regényében a főispáni tisztséget. Idézem. A főispán semmi egyéb, mint a miniszter bőrének az a része, amiből szíjat is lehet hasítani. Óvatos csak a belügyminiszter lehet, barátocskám, s éppen abban áll az óvatossága, hogy főispánja van. Ha a főispán valami okosat csinál, az a belügyminiszter érdeme. Ha a belügyminiszter valami ostobát csinál, az a főispán hibája. Legokosabb hát, ha a főispán semmit se csinál, ha békében csibukozik, s hagyja történni a dolgokat. Hiszen Magyarország kezd a jelentések országa lenni. A főispán minden rendkívüli dolgot jelent. Amelyik főispán legkevesebbet jelent, az a legjobb főispán. Amely megyéből a legkevesebb ügydarab érkezik fel, az a legjobban kormányzott megye. Ezeket jegyezd meg magadnak, eddig az idézet. Ezt egyébként furcsa módon a belügyminiszter államtitkára közölte Koperecki Izrael Izsákkal, aki éppen ezt a tisztséget töltötte be. A regény egy későbbi pontján, mikor ugyanezen szereplőt némileg értékeli a szerző, eképpen fogalmaz, idézet. Az okos emberek nem találgatnak, hanem rendszerint akarnak valamit, mégpedig ritkán olyasmit, amit a nem okosok is akarnának. És ez már önmagában is nagy baj. Azért aztán Isten mentsen meg minden becsületes kormányt az okos főispánoktól. Undig elég az, hogyha okosnak látszanak. Idézet vége. 2021-ben ezek a megnyilvánulások már nem váltanának ki semmilyen hatást, ugyanis közel 70 éve a történeti főispáni tisztség már nem létezik, még csak hasonlóan értelmezhető pozíció sincsen a mai modern magyar állam és közigazgatásban. 1908-ban, amikor az író papírra vetette ezeket a sorokat, míg jelei sem voltak annak, hogy esetleg ezek tét nélküli állásfoglalások lennének csupán. Mert afelől ne legyen kétségünk, hogy Mikszáth saját politikai gondolatait adta főszereplőinek szájába. Érdemes tehát ezen a vonalon tovább haladni, miért alakulhatott ki egy művelt, közügyek iránt érdeklődő emberben a 20. század elején ilyen negatív kép a főispánokról. Ahogy többször utaltam már rá, a főispánok évszázadokig jelen voltak a magyar államigazgatásban. Nagyjából a tradicionális vármegye rendszerrel jött létre a pozíció. Kivetítve a magyar katolikus lexikon definícióját láthatjuk, melyben kiemeltem kulcsfontosságú részeket, úgy mint a vármegye első tisztviselője, aki a király személyét képviseli, a király adományozta tetszés szerinti időre,
általában hívének adományozta, illetve extrém esetekben több egymástól távol eső vármegyének is lehetett ugyanaz a főispánja, sőt, egy vármegyének is lehetett több főispánja. Látjuk, hogy alapvetően érdemi szabályozások és a jogkörök tisztázása nélkül működtek a főispánok évszázadokon keresztül. Gyakorlatilag a király jutalmazhatott ezzel a méltósággal, és saját támogatói bázisát erősíthette. Hunyadi Mátyás például egyes családoknak kezdett örökös főispánságot osztogatni, ez a méltóság pedig a családon belül öröklődött tovább. Hunyadi és utódainak célja nyilvánvaló volt. A legjelentősebb magyarországi családokat akarták megnyerni maguknak és uralkodásuknak. Nyilvánvalóan ugyanezen szándék állt amögött a törekvés mögött is, hogy a 15. századtól kezdődően az egyházi méltóságokat székhelyük vármegyéjének örökös főispánjává nevezték ki. Ebbe a sorba tartozott az egri püspökség is, vagyis az egyházi méltóság szorosan összekapcsolódott egy világi méltósággal, utóbbit csak az előbbi tölthette be a következő évszázadokban. A kinevezés és jogállás kérdésén túl maga a funkció is tisztázatlan, folyamatosan változó volt. Legfontosabb feladatának a király rendelkezéseinek végrehajtását tekintették, valamint a vármegyékből befolyó királyi jövedelmek ellenőrzését. Emellett azonban némileg részt vettek a vármegyei igazságszolgáltatásban és hivatalos ügyek intézésében. Gyakorlatilag azonban már a középkortól kezdődően létezett helyettese a főispánnak. Ennek kezdetben az volt az oka, hogy a főispánok többsége valamelyik főnemesi családhoz tartozott, ritkán tartózkodott birtokán, ha pedig mégis ott volt, keveseket hozott lázba a vármegyei ügyek intézése. Éppen ezért helyettest bíztak meg, aki a vármegye első számú irányítója volt, ez volt az alispán, ami nem méltóság, hanem tisztség konkrét feladatokkal. Ahogy ez a felállás egyre inkább elterjedt, nyilvánvalóan a legtöbb főispán számára egyre szimpatikusabbá vált, és részvételük a közigazgatásban egyre csökkent a 18-19. Századra. Leginkább egy dologra szűkült a legtöbb esetben, pusztán a reprezentációra. Bár a korábbi időszakokban hatékonyan működött a vármegye rendszer, a 19. század második harmadára nyilvánvalóvá váltak hiányosságai és működési anomáliái, különösen egy éppen kialakuló polgári államrendszer keretein belül. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után elkerülhetetlenné, sőt sürgetővé vált a modern közigazgatás kialakítása, ami esetünkben a törvényhatósági rendszer bevezetését jelentette. Az 1860-as évek végén elkezdődött, és a 80-as évek elejére befejeződött reform folyamat révén Magyarországon egy modern, polgári közigazgatás került bevezetésre. Ezen reform folyamat természetesen érintette a főispánokat is. Érintenie is kellett, hiszen a korábbi évtizedekben egyre erősödött az igény ezen úri társadalmi csoport átalakítására. Bár bizonyos egyéb kérdésekben komoly és éles viták folytak, a főispán kapcsán minden oldal egyetértett az alapokban. Először is, hogy a modernizált közigazgatásban is szükség van egy állami főhivatalnokra, aki a vármegyében a napi ügyeket intézi, vagyis a kormánnyal együtt a végrehajtó hatalmat gyakorolja, tehát a pozíció megszüntetése érdemben nem merülhetett fel. Másrészt ez nem maradhat a továbbiakban uralkodói kegyből adott méltóság. Ez utóbbi azért is volt különösen fontos, hogy az uralkodó ne tudja a főispáni kar segítségével megbénítani az állam és közigazgatás működését, ezáltal egy esetleges konfliktus helyzetben zsarolni, sarokba szorítani a nemzeti kormányt. Harmadrészt pedig abban is teljes egyetértés volt, hogy ezt az állást végre meg kell tölteni tartalommal. Az évszázadokon keresztül nem kodifikált, pusztán a szokásjogon alapuló hatáskörét szabályozni kell, pontosan rögzítve jogait, feladatait, kötelességeit. Ez utóbbi kérdéskör lesz az, ami igazából lényegi vitát váltott ki, hiszen nyilvánvalóan nem ugyanolyan szabályozásban voltak érdekeltek az egyes politikai csoportosulások, másképpen képzelték el a hatáskört a centralizáció hívei vagy a decentralizáció hívei, de ugyancsak markánsan felléptek azok, akik a nemzetiségi túlsúlytól féltek, vagy akik hatékony és olcsó közigazgatást akartak.
Erre idő hiányában nincs lehetőség bővebben kitérni. Az első eredménye ezen reform folyamatnak ennek megfelelően igencsak kezdetleges és felemás lett. A modern magyar közigazgatás történetének első jelentős törvénye 1870-ben csupán keretjelleggel foglalkozott a főispán közjogi helyzetével. Legtöbb esetben a fennálló szokásokat kodifikálta, mellőzte a tételes és pontos felsorolásokat, részletezéseket. Csak hogy érzékeltessen, mennyire nem sikerült jól első körben a főispáni pozíció méltóságból tisztségi alakítása, kiemeltem három anomáliát. Elsőként általánosságban főispáni jogosítvány lett a felügyelet és ellenőrzés, de hogy pontosan mit, hogyan, milyen eszközökkel ellenőrizzen, felügyeljen, és milyen lépéseket foganatosíthat, azt nem részletezte a törvény. Másrészt a törvény egy paragrafusa úgy fogalmazott, hogy a főispán a törvényhatóság élén álló tisztviselő, néhány paragrafussal később az alispánról azt írja, hogy ő a terület első számú tisztviselője. Harmadrészt pedig deklarálják, hogy a főispán a végrehajtó hatalom képviselője. Ez azonban súlyos kérdéseket vetett fel, hiszen ekkor még a főispánok hivatalból tagjai voltak a magyar parlament főrendi házának, vagyis a törvényhozásnak. Ez az anomália szembe ment a hatalmi ágak szétválasztásának elvével. Így alakult át tehát egy tradicionális, uralkodói kegyből adományozott méltóság állami és közigazgatási főtisztségé. Felemásan, tele problémákkal és ellentmondásokkal. Nem véletlen, hogy a Tisza Kálmán miniszterelnök által vezetett belügyminisztérium ennek a kérdésnek a tisztázását is kiemelten fontosnak, egyenesen prioritásnak tartotta. Az egyes vármegyékből érkező felirati javaslatokat, kérelmeket, valamint a belügyi apparátusból érkező javaslatokat hosszas tervezési és szervezési munkálatok után két lépcsőben, 1876-ban és 1886-ban dolgozták egybe. A magyar közigazgatás története szempontjából ez a két jogszabály jelentette a modernkor egyik legjelentősebb mérföldkövét, hiszen átfogóan újra szabályozta a magyar állam közigazgatását területi, működési és működtetési szempontból. Az 1886-os jogszabály már kiemelten foglalkozott a főispánnal, külön fejezetet szenteltek a kialakuló modern közigazgatás első számú vezetőjének jogállására. Ennek nyomán lényegében létrejött egy új főtisztviselői pozíció, amely révén a főispáni tisztség immáron nemi méltóság volt, hanem egy országosan egységes, jól körülírt, pontosan szabályozott állás lett. Fontos tisztáznunk, hogy lokálisan egy rendkívül erős hatalmi tényezőt hozott létre a törvényhozó. Egyfelől a saját törvényhatósága terén ellenőrzési, felügyeleti, beszámoltatási, számonkérési és rendeletkibocsátási joga volt, másfelől a vármegyében működő állami, tehát az igazgatási hierarchiában magasabb szinten lévő hivatalok ügyintézéséről felvilágosítást kérhetett, jelentést tehetett az érintett miniszterhez, sőt, ezen tisztviselők kinevezésekor a miniszter köteles volt a főispán véleményét kikérni. Ki kell emelni a kortársak és az utókor által leginkább alkotmányellenesnek tartott jogosítványt, a megyék testületeinek döntéseit átmenetileg felfüggeszthette. Ezt nem csak akkor tehette meg, ha azok nyilvánvalóan törvényellenesek voltak, hanem önkényesen akkor is, ha az állam érdekeire nézve ő maga sérelmesnek ítélte. Jól érzékelhető tehát a kormányzati akarat, az uralkodóhoz lojális méltóságból egy, a kormányzathoz kötődő tisztség létrehozása. Vagyis a főispánok igazából a kormány kihelyezett emberei voltak, tevékenységükkel az állami centralizációt erősítették. Ennek fényében emlékezzünk Mikszáth intésére, Isten mentsen meg minden becsületes kormányt az okos főispánoktól. A dualizmus korában tehát a főispáni tisztség a kormányzat és a fennálló hatalom kihelyezett képviselőjeként lett kialakítva, és ebben érdemi változás a dualista államrendszer összeomlása után sem történt. Pedig ideális lehetősége adott Bethlen Istvánnak, miniszterelnöknek arra, hogy a fennálló viszonyokon változtasson. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés a közigazgatás területi beosztására jelentős hatással volt.
Gyakorlatilag esélyt kínált a megszilárduló hatalomnak arra, hogy teljesen újra szabja a magyar közigazgatási rendszert. Erre azonban nem került sor a Horthy korszak egésze alatt. Mint ahogy más kérdésekben, úgy a közigazgatás vonatkozásában is egyértelműsítették Bethlenék azon eltökéltségüket, hogy az 1918 előtti struktúrával jogfolytonos állapot kerüljön visszaállításra. Egyetlen szegmensben volt csupán érdemi változtatás, a Bethlen kormánya területi kérdések ideiglenes rendezése ügyében 1923 során törvényjavaslatot terjesztettek be, majd fogadtattak el. Ez a kettévágott Csonka vármegyéket átmenetileg egyesítette a szomszédos törvényhatósággal. Ez a megoldás is jól szimbolizálja, hogy érdemi és végleges átalakítást nem akart a kormányzat. Ez a megállapítás igaz a főispáni tisztségre is. Az 1886-ban kialakított szerepen és viszonyrendszeren érdemi változtatás nem történt. A főispán a Horthy korszakban is a mindenkori kormány bizalmi embere és a fennálló politikai irányvonal képviselője volt. Két dolgot emelnék ki ezt alátámasztandóan. Egyfelől azon kevés tisztségek egyike volt a bürokráciában, amelyikhez semmiféle szakképzettséget nem írt elő egyetlen jogszabály sem, vagyis nem a szakértelem volt a kiválasztódás alapja. Másrészt elvárás volt a főispánokkal szemben, hogy politikai tevékenységet folytassanak. Ahogy Magyari Zoltán, a közigazgatástudomány egyik legjelentősebb magyar képviselője 1942-ben megfogalmazta, idézem, sajátos szerepe a főispánnak, hogy mint politikai tisztviselőt a kormány azzal a feladattal is megbízza, hogy a parlamenti többséget biztosító pártnak a vármegyében való szervezetét kiépítse és vezesse. Eddig az idézet. Ettől azonban sokkal nagyobb volt az elvárás. Rakovszky Iván belügyminiszter néhány évvel korábban egyenesen úgy nyilatkozott, hogy a főispáni állás elsősorban politikai jellegű, és csak másodszorban szakmai jellegű. A gyakorlatban tehát nem csak a pártszervezés és működtetés volt a feladat, hanem a korszak parlamenti választásain a választási siker biztosítása is mindenféle eszközzel. Vegyük példának hajdani doktori disszertációm főszereplőjét, Borbé Macki Emilt, a Horthy korszak egyik legjelentősebb főispánját, aki másfél évtizedig vezette az ország egyik legnagyobb közigazgatási egységét, Borsod-Gömör-Kishont egyesített vármegyéket. Nem egyszer jelent meg valamelyik vármegyei körzetben, választókörzetben, hogy a tömeggyűléseken felszólaljon, saját bevallása szerint gyakran áruhában ellenőrizte a közhangulatot. Ha kellett, a csendőrség felléptetésével zavarta meg az ellenzéki gyűléseket, máskor pedig a sajtó révén igyekezett nyomatékosítani hivatalos álláspontját. A főispán pontosan tudta, milyen jelentős szerepe lehet egy-egy választás alkalmával, és tisztában volt azzal, hogy eredményes munka esetén számíthat a kormányzat jó indulatára. A kormánynak pedig szüksége volt arra, hogy erőskezű és tapasztalt főispánok részt vegyenek a választás helyi koordinációjában és lebonyolításában. Utóbbi, Borbé Macki Emil, erre tudatosan rá is játszott. 1931. májusában a parlament folyosóján, amikor a belügyminiszteri megbeszélés után a vármegye kisi aggódó kormánypárti képviselő jelöltjei körülállták, és néhány percet beszélni kívántak vele, nyilván az esélyeikről, bizalmasan a közelgő választás kapcsán, több egymástól független forrás szerint a főispán hangosan nevetve kiáltott fel, idézem, ugye most kellek nektek, most szinte szétszedtek, de ha a választás után fogok bejönni a folyosóra, akkor majd rám sem néztek már. Eddig az idézem. Az 1930-as években rendes országgyűlési választások alkalmával minden borsodi, gömöri egyéni választókerületben a mindenkori kormánypárt hivatalos jelöltje szerezte meg a mandátumot. Ha összehasonlítjuk az ábrán a kormánypártok kékkel jelölt országos és narancsárgával jelölt vármegyei választási eredményeit az egyéni választókerületekben, kitűnik, hogy Borbé Macki Emil jól vizsgázott, eredményes munkát végzett, hiszen a vármegyei adat minden választási évben meghaladta az országos átlagét. Aktivitása a választási küzdelemben nem volt egyedülálló. A főispánoknak szerte az országban feladata volt a voksolás rendjének biztosítása,
azaz minden korábban említett lehetőséget kihasználni azért, hogy a kormánypárti jelölt szerezze meg a mandátumot. Ez az új szerep azonban egyre fokozódó ellenérzéseket váltott ki a két világháború közötti közélet ellenzéki köreiben. Úgy látták, hogy helyi szinten a főispánok és az általuk irányított vármegyei adminisztráció ellehetetleníti működésüket. Amíg azonban a rendszer stabil volt, érdemi változást nem tudtak elérni. Hiába zengett minden választás után a parlamenti ülésterem hónapokig, valamint a sajtó, a főispáni túlkapásoktól és visszaélésektől, mivel a rendszer egyik helyi politikai biztosítékát jelentették ezen tisztviselők, a kormányzat ellen érdekelt volt minden változtatásban. 1944 végére azonban több bel- és külpolitikai esemény hatására megszűnik a korábbi államrend Magyarországon, és a következő hónapokban, években úgy tűnhetett, hogy egyfajta demokratikus kibontakozás kezdődik meg az országban. Mivel ekkor a politikai életben éppen a Horthy-korszak ellenzéki mozgalmai váltak potens tényezővé, leszámítva a szélsőséges jobboldali elemeket, számíthatnánk arra, hogy az egyre gyűlöltebbé váló népelnyomónak, fasisztának, kiskirálynak, helyi despotának titulált főispánokat kiiktatják az újjáépülő, újjászerveződő állam és közigazgatásból. Ha csak végignéznénk a 20-as, 30-as évek országgyűlési naplóit, azon belül az ellenzéki parlamenti kirohanásokat, azok tartalmát, indulatosságát a főispánok kapcsán, akkor evidensnek tűnhet számunkra, hogy hatalomra kerülve a pozíció mielőbbi megszüntetésére törekedtek. Nem is tévedhetnénk azonban nagyobbat. Ne feledjük, az ország három évtized alatt másodszor vett részt egy több éves világháborúban, és 1944-45 során az ország nem csak katonai vonatkozásban szenvedett súlyos károkat, hanem előbb a német, majd a szovjet csapatok révén a front keresztül húzódása súlyos károkat okozott a civil lakosság és az infrastruktúra vonatkozásában is, illetve az egész társadalmi rend összeomlott. Attól, hogy pártok alakulnak újjá Budapesten, ideiglenes törvényhozás jön létre Debrecenben, vagy később választásokat tartanak az országban, attól még lokálisan az élet újraindulása nem fog megtörténni. Abszurd módon a hatalomra jutó pártoknak elemi érdekük volt a korábbi helyi adminisztráció fenntartása, mert így lehetett egy ilyen össznemzeti katasztrófa után lokálisan a leggyorsabban konszolidálni és működtetni a mindennapokat. A hatalom új képviselői nem rendelkeztek tapasztalattal, a szovjet katonai parancsnokok pedig sem helyismerettel, sem pedig nyelvismerettel. Ilyen körülmények között, bármennyire is furcsán hathat, rá volt szorulva az új, éppen megszilárduló hatalom a korábban évtizedekig démonizált főispánokra. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy a felelősségre vonás, vagy egyes radikális esetekben a bosszúvágy ne játszott volna hangsúlyos szerepet. A tisztség restaurálása nem jelentette a főispáni kar restaurálását is. A személyi állomány döntő többségét az első hetekben, hónapokban lecserélték, de a többiek sem úszták meg a felelősségre vonást, csupán időt nyertek. Jelentős részük háborús bűnösként került nyilvántartásba, ezzel népbírósági útra terelődött sorsuk, másokat vagy az igazolási eljárások, vagy a bélistázások során, vagy alapján távolítottak el a tisztségből. A tisztség tehát minden abszurditás ellenére maradt, a régiek mentek, az újak pedig jöttek. Fontos kiemelni, hogy bár a hatalom új pártjai évtizedekkel korábban azzal támadták a kormányzatot, hogy politikai tisztséget csináltak egy tradicionális pozícióból, végeredményben ezen a téren sem történt semmilyen változás. 1945 és 1948-49 között a politikai pártok a főispánság kapcsán csupán egy újabb lehetőséget láttak arra, hogy saját befolyásukat növeljék az országos és lokális közéletben, így mégiscsak politikai tartalommal ruházták fel az állást. És itt érdemes zárásként a magyar kommunista párt stratégiájára kitérni. Ez volt az a politikai csoportosulás, amelyik a leginkább elszenvedte a két világháború közötti időszakban a főispánok aktív politikai szerepvállalását. Kimondott feladata volt a vármegyei vezetőinek,
hogy az illegális munkás mozgalmi és kommunista gyanús személyeket nyilvántartsák, felügyeljék, ellenőrizzék és felderítsék azok helyi tevékenységét. Ilyen előzmények után az új pártokon belül a kommunisták 1945 utáni magatartása még inkább magyarázatra szorul. Miért nem léptek fel a tisztség ellen, miért nem törekedtek aktívan a főispáni pozíció megszüntetésére? Alapvetően ennek három okát látom. Egyfelől a hazai illegális kommunista mozgalom néhány száz fős tagságát leginkább a személyes bosszúvágy fűtötte, számukra az egyes főispánok személyi felelősségre vonása már kielégítő eredmény volt, ráadásul közismert, hogy a háború utáni kommunista vezetés döntő többségét az úgynevezett moszkoviták, tehát az évek, évtizedek óta Moszkvában, Szovjetunióban szocializálódó tagjai dominálták, így az esetleges főispáni túlkapások és kontroll tényleges elszenvedői hamar a pártvezetés hátterébe szorultak. Másrészt a kommunista hatalomátvétel kapcsán Sztálin maga is hosszabb átmenettel számolt Magyarország esetében, ami leginkább a demokratikus átalakulásban való látszólag nagyon aktív részvételt jelentette az első időszakban. Így a kommunisták is esélyt láttak a főispáni kar vonatkozásában, minél nagyobb dominanciát szerezve potens pozícióba kerülhetnek a többi párttal szemben, ezáltal nyomás gyakorlásuk riválisaikra jelentősebb lehetett. Harmadik, és ez a legfontosabb. A kommunista párt mindvégig akadályozta a háttérben a közigazgatási reformok érvényesülését. A céljuk nyilvánvaló volt, a politikai fordulat után a szovjet típusú tanácsrendszer kialakítása Magyarországon, így az átmeneti években nem mutattak lelkesedést egyik, érdekeikkel ellentétes tervezet iránt sem. A hatalomra jutásukat követően aztán a Magyar Dolgozók Pártja az államigazgatás mellett a közigazgatás struktúráját is gyorsan átalakította. Az 1949. augusztus 20-án hatályba lépett alkotmányban rögzítésre került, hogy a Magyar Népköztársaság területén fennmarad ugyan a háromszintű közigazgatási rendszer, de a megyék, járások és települések irányítását immáron a szovjet modellhez hasonlóan tanácsok látták el, ezzel megszűnt az évszázados történeti hagyományokkal bíró vármegyerendszer, és eltűnt, átalakult egy tradicionális társadalmi csoport, a vármegyei tisztikar. Ebben az átalakulásban már semmilyen szerepet nem szántak a főispánoknak, 1948 nyarától a tisztség egyre feleslegesebbé vált, a megüresedett helyeket már be sem töltötték, végeredményben pedig az alkotmánnyal és az első tanácstörvénnyel 1949-50-ben megszüntetésre került a tisztség. A főispánok a magyar történelem során az elmúlt 70 évet leszámítva mindvégig jelen voltak. A 19. század utolsó harmadára azonban a hajdani reprezentatív méltóságból egy feladat és hatáskörrel definiált tisztségé alakult át. Elsődleges szerepük a vármegyei adminisztráció működtetése volt, de a századfordulót követően egyre inkább megerősödött, sőt bizonyos esetekben hangsúlyosabbá vált másodlagos politikai szerepük. A Horthy korszakban a főispánoknak a döntési folyamatokban is meghatározóvá vált szerepük. Jelentőségüket növelte a politikai váltógazdaság hiánya, aminek fenntartásában maguk is lényegi szerepet játszottak a választások koordinálásával, valamint az ellenzék adminisztratív úton történő visszaszorításával. Funkciójuk tehát nem csupán kormányzati, hanem tágabban értelmezve politikai is volt, és vegyük figyelembe azt a befolyást is, amivel a lokális társadalom felett rendelkeztek. Ezen történelmi társadalmi csoport a II. Világháború utáni kommunista dominancia erősödésének, majd a hatalom átvételnek esett áldozatul. Előbb kiüresedett a tisztség, majd feleslegessé vált, és a tanácsrendszer bevezetésével igazából már talán fel sem tűnt senkinek a főispánok eltűnése. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen Fábián Máté agyunktus úrnak ezt a kiváló előadást. Tisztelt hallgatóság, a napirend szerint a három előadás után lesz arra lehetőség, hogy kérdéseket intézzünk az előadóhoz, illetve vitatkozzunk az előadásról, hogyha erre igény származik. Ha valakinek esetleg van olyan kérdése, amit úgy azt szeretné, hogy mindenképpen most hangozzék el, akkor jelezze és meg tudom adni a szót, de úgy látom, hogy nem jelentkezik erre senki. Köszönöm szépen. Következő előadónk Glem József, egri származású biológus, akivel emlékeim szerint Sirok Kőkút pusztán találkoztam először, amikor egy zenekari próbára látogatott el kedves feleségével, éppen Magyarországon tartózkodtak, jó barátja, az én akkori és mostani zenész társam volt a kapcsolódási pont. A próbát az utolsó pillanatban a dobosunk lemondta, amikor már ott voltunk, és hát mondta a barátunk, hogy hát Józs éppen dobos, hát így beült a dobok mögé, és lekísérte a próbát, anélkül, hogy előtte bármikor is hallotta volna a zenekart. Ez a történet beépült a zenekari memoárok közé, gyakran emlegettük, majd egyszer a közös barátunk megemlítette, hogy mellesleg Józsi is ilyen tudományos ember, hogy mivel is foglalkozik, hát szerinte biológiával, legalábbis gyakran járja az erdőt, amikor hazajönnek Sirokra. Hát kiderült, hogy ez tényleg így van, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végzett trópusi mezőgazdasági és hallgazdasági szakon, majd a Pennsylvániai Egyetemen szerzett doktori címet molekuláris evolúció genetikából és növénykortamból, majd pedig a Corvinuson még egyet mikrobiológiából. Ezt követően kutató az Alaszkai Egyetem Sarkbiológiai Intézetében, onnan Hollandiába vezetett az útja, docens volt a Leideni Egyetemen, miközben biológus kutató a Holland Természettudományi Múzeumban. 2018 márciusában kaptam tőle levelet, melyben arról írt, hogy fontolgatják a hazaköltözést, és szívesen dolgoznának az egyetemen. A levél a tudományos rektorhelyettesre, mint isteni gondviselés hatott, de gondolom hasonlóan érzett a Kutatási és Fejlesztési Központ igazgatója is. A hazaköltözési szándékot a Magyar Tudományos Akadémia is üdvözölte, a folyamatot a lendületprogramon keresztül támogatja. Ennek köszönhetően Glem József 2019-kor az MT a Ekkelendület környezeti mikrobium kutatócsoport vezetője, 2021-ben pedig Otka kutatási témapályázat nyertese. Tudományos munkássága bármilyen mérce szerint kimagasló, az MTMT-ben 76 külföldi kiadású folyóiratban megjelent cikke van rögzítve, melyre mintegy 3000 független hivatkozást tart számon, hírsindexe 29, és bár ez nem rögzített az MTMT-ben, még egy csiperkefajt is elneveztek róla. Kedves Józsi, arra kérlek, hogy tartsd meg az előadásodat. Köszönöm szépen! Először is, elzárom az előzőt. Remélem, hogy ma nem kellenek majd a dobok ahhoz, hogy népszerű legyek, és jó legyen a kedvünk. Köszönöm ezúttal is a meghívást. Hát ez az előadás, amit most tartanék, leginkább azokról az évekről szól, amik a doktori után töltöttem. Még túl messze mennék, azt hiszem, hogy már most mindenki észrevette, hogy én egy dadogó ember vagyok. Hát az volt talán egész életemben. Ez nagy részt genetikai lehet. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha esetleg nehezen mondok egy szót, akkor az nem csak azért van, mert hogy izgulok egy cipicit. Akkor most már ezen a szlájdon nem mennék át túl részletesen, mert hogy Tibor már említette a fő állomásokat. Magának az előadásnak az anyaga az leginkább a 2004 utáni időszakról szól. A 2004-es dátumot azt leginkább azért használom, mert onnantól datálódik jóformán az, amit most is csinálok, más szóval a talajban élő gombáknak az ökológiája. Ez
még azelőtt volt, mielőtt ez az egész szakterület megszülethetett volna, és még 4-5 évvel az új generáció szekvenálások meg bevezetés előtt. Itt még ekkor klónozás volt csak, és az Sanger sequencing, ami aki tudja, hogy mit jelent a klónozás, az tisztában van azzal, hogy több ezer klónnak a szekvenálása az mekkora nagy munka. Szerencsére ebben a projektben a részt vett a Broad Institute, ami annak idején a humán genomnak a szekvenálását is csinálta. Ők voltak a partnerek ezen a pályázaton. Ez jóformán bátran állíthatom, hogy ez a projekt volt az első, amelyik a talajgombákkal ilyen nagy mértékben foglalkozott. Mindez, ahogyan látszik is a képen, az alaszkai erdőknek és a tundráknak a gombáit kutatta, és csak tényleg egy ízelítő, mert persze a gombák azok rendkívül sok félék. Napjainkig 110-120 ezer faj van leírva, de a becslések alapján úgy 1 és 5 millió között van a gombáknak a faj száma, így más szóval most nem több, mint 10%-ukat ismerjük. Itt csak ezen a szlájdon a galamb gomba nemzetségre térnék ki, és ez a törzs fejlődési fa, ez azt mutatja, hogy a talajban és a termőtestekben ből kinyert DNS szekvenciák azok, hogyan oszlanak el a galambgomba nemzetségnek az ágain. Itt annyit mondanék csak, hogy ezekben az erdőkben körülbelül 50 galambgomba faj volt az, amit találtunk ezekben a talajmintákban, és ebből körülbelül 20 faj volt, ami már akkor is potenciálisan újnak számított. És ez volt az a pont, amikor a gombáknak a törzs fejlődési tanulmányain túlmentünk, és megvizsgáltuk, hogy az adott fajoknak az erdő típusok közötti elterjedése és az élőhely és specifikussága az mi. Aztán néhány év elteltével még mindig Alaszka, de ez már az északi része Alaszkának. Itt a klímaváltozásnak a hatását vizsgáltam. Szerencsére
még a 90-es évek közepén beindítottak több részen is klímaváltozást szimuláló kísérleteket. Akkor még növényzeti kutatások céljából, és módonban át ezekről a parcellákról talajmintákat venni. Két főféle kísérleti manipuláció volt, amit már akkor körülbelül 20 éven át egyfolytában használtak. Ebből az egyik az a nyári léghőmérsékletet és talajhőmérsékletet megemelték 2-3 fokkal. A másik pedig egy úgynevezett ilyen hókerítés volt, amivel a hó rétegnek a vastagságát megemelték. Ennek ugye kétféle hatása volt. Az egyik az, hogy a téli talajhőmérséklet 3-5 fokkal nőtt, a másik pedig a tavaszi olvadás után a talajnak a nedvesség tartalma is nőtt. Ebben az időszakban én már Leidenben voltam, és onnan mentünk Alaszkába mintákat gyűjteni. A képen látható a két PhD hallgatóm, aki akkor ezen a projekten dolgozott. Csak tényleg jó helyben szeretném azt kiemelni, hogy kétféle tundra típust vizsgáltunk. Az egyik az a száraz tundra volt, a másik pedig a láposabb. És hogy már a tundra típus is nagyon nagy hatással van ezeknek a közösségeknek az összetételére. Itt például ennek az ábrának a bal oldalán látható a száraz tundra minták, a jobb oldalon pedig a lápos, a zöld az a kontroll, a kék az a hó mennyiségnek a növelése, a piros az a nyári melegedés, a lila pedig a kettő együtt. Jaj, ezek ilyen ordinációk, tehát ez a GNMDS ordináció. És itt, mint látszik ugye az ábrán, azon túl, hogy a száraz és a lápos tundra az nagyon eltér egymástól, a kísérleti kezelések is másképp hatnak a két tundrán. A száraz tundrán a kontrollhoz képest a plusz hó mennyiség adta a legtöbb eltérést. Meglátásom alapján leginkább azért, mert extra nedvességet adott a talajhoz. Míg a lápos tundrán inkább a nyári melegedés volt az, ami a legtöbb zavarást adta.
Akkor most átérnék egy teljesen más projektre. Ez a trópusokon volt, ami hát mindig is ugye álmom volt, mint biológus, eljutni a trópusokra. És hát nem csak hogy eljutottam, de több helyre is volt szerencsém. És a koncepció az, amit elgondoltam, az jóformán a Humboldt által ugye először leírt magassági zónák voltak, amiket még az Andokban írt le, és hát elég nagy csodálkozásomra ezt még gombákra nem nézte senki akkor meg, és így Dél-Amerikában is volt szerencsém mintázni, és Kelet-Ázsiában is. És minden régióban sikerült mintáznom a teljes grádienst. Csak így nagy vonalakban. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy az állatokkal és a növényekkel ellentétben, hogyha a gombáknak az egészét nézzük, akkor nincsenek nagy eltérések a grádiensen abban, hogy hány faj él ott. Ugye állatoknál és növényeknél a legtöbb faj az alacsonyabb erdőkben vannak. Ha a gombáknak az egyes csoportjait megnézzük, ebben az esetben az ektomikorizásokat, itt már azért látszik, hogy nem mindenhol ugyanannyian vannak. Itt leginkább a hegyi erdőkben nőnek Dél-Amerikában. Kelet-Ázsiában meg inkább az alföldi és a középhegységi erdőkben. Ebben az esetben ez teljesen egybevág azoknak a növény családoknak az előfordulásával, akikkel ezek együtt élnek. A patogének esetén már sokkal inkább a növényeknél megszokott minták azok, amik elő jönnek. És a fa rontókra is ez érvényes. Az összetételben nagyon szépen látszik, szóval ezek az altitudinális különbségek, hogy más-más zónában más a gomba közösségnek az összetétele, és ez jóformán minden csoportnál kitűnik. És így érkeznénk, tehát mondjuk ugrunk az időben, ki két éve kezdtem itt az Eszterházin a kutatócsoportnak a működését. A Covid az ugye 5 hónappal utána indult be, tehát ami az első évben egy picit megnehezítette az új, pláne külföldi
tagoknak az érkezését, de ma már teljes a csapat. Néhány azokból a projektekből, amiken most dolgozunk, ebből kiemelném azt, ami rögtön az elején van, tehát ami a tőke halást vizsgálja, és ami a talaj és a növényi mikrobiális közösségeknek a hatását erre. Aztán amikor ide jöttem, láttam, hogy itt számos más projekt is van a szőlő kutatáson belül, amihez érdemes becsolódni mikrobiális oldalról. Így eléggé kibővültek a projektek, aminek nagyon örülök. És hát úgymond Kálmán is remélem egyetért, hogy egymást tudtuk inspirálni újabb és újabb ötletekre. És még minden mellett folytatom a természetes élőhelyekről szóló kutatásaimat is. Ebből az első kettőt emelném ki, ugyanis ez volt az, amelyik ahhoz az Otkához vezetett, amit most kezdtem szeptemberben. Még mielőtt átmennék az Otkára, kiemelném azt, hogy 4 napja, 5 napja fogadták el ezt a cikkünket, amely jóformán az első cikk a Lendület projektből, és ahogyan említettem, a tők elhalás szempontjából nézi meg a talaj és a növényi mikrobiomnak a kapcsolatát. Itt leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a talajban, a kérekben és a tőkében teljesen más a gomba közösségeknek az összetétele, és ezek egymástól sokkal jobban eltérnek, mint például a dűlők között, vagy például a beteg és az egészséges növények között. És ez számomra azt mondja, hogy a tőke elhalásban leginkább a szőlőnek az immunrendszere játszhat ez szerepet, mert azok a gombák, amikről mi úgy gondoljuk most, hogy ők okozzák azt, azok az egészséges növényben is ott vannak. Csak két díja még az Otkáról, ami a környezeti tényezők és az erdészeti üzemmódok hatását vizsgálja a magyar erdőkben. Ez két részre osztható. Az egyik az a Bükki Nemzeti Parkban található minden erdő típus. Ebből már megvannak a talajból a gombáknak a szekvenciái. És az Otka lehetőséget ad arra, hogy a baktériumokra, illetve más mikroorganizmusokra is kiterjeszhessük majd.
másik része az pedig a művelés módoknak a hatása a mikrobiomnak az összetételére. Itt, ami ezen túlmegy, és amiért még nem láttam máshol, az, hogy mi nem csak a talajt mintavételezzük, de még azon kívül jó néhány másik ilyen mikroélő helyet is, mert éppen ahogyan a szőlős projekt is mutatta, a talaj az csak egy részét mutatja meg annak az ökoszisztémának a mikrobiomjából. És köszönöm szépen az időt. Köszönjük szépen Klemm Józsefnek az előadását. Vermúk Attila, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem első kinevezett egyetemi tanára. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy még az Eszterházy Károly Egyetem terjesztette föl a kinevezésért, a döntési folyamatban zajlott a fenntartó váltás. Mindaz a siker kimagasló oktatói és tudományos és tehetséggondozó munkássága mellett a néha már-már túlvállalásba hajló szorgalmának is érdeme. Már egyetemi tanulmányai alatt széles látókörre tett szert, az egyetemet Szegeden kiemelkedő német nyelvtudással kezdte, a magyar szak mellett még az arab nyelvet is felvette, altaisztika szakosok óráira is bejárt. Érdeklődése végül a régi magyarországi németek művelődéstett története kutatására koncentrálódott. Az inspirációt Szegeden a Keserű Bálint vezette régi magyar irodalom tanszéken kapta, majd Monok István professzor vezetésével lett az erdélyi 100 művelődéstörténet kutatója, a 100 közösség tagjai által is elismert szaktekintélye. Nemzetközi kapcsolatai Olaszországban, Franciaországban, Brazíliában is tetten érhetők. Az NTNT-ben mintegy 150 teljes tudományos közleményt, közel 400 független hivatkozást jegyez, Hírsindexet 11. Lelkes OTDK szervező, mestertanár, az Intézményi Tudományos Diákköri Bizottság elnöke. Attila, kérlek, tartsd meg előadásodat. Nagyon szépen köszönöm a kedves bemutatást. És mindazok után, ami most elhangzott, nem erdélyi szászokról fogok beszélni, nem európai művelődés történetről fogok beszélni, nem is általában Kárpát-medenceiről, hanem Egriről. Megpróbáltam olyan témát választani, amely a friss átalakulásunkhoz is kapcsolódik. Így döntöttem a Egri Érseki Líceumi Nyomda bemutatása mellett. Bízom benne, hogy a kedves hallgatóság is örömmel veszi majd azokat az információkat, amelyeket megosztok. Nem fogok itt most természetesen részleteiben belemenni ennek az intézménynek a bemutatásába, hiszen ezt több helyen, több alkalommal megtettem már szóban és írásban is. Itt mindössze szeretnék egy kiadványra, illetve egy kiadványpárra fókuszálni, pontosabban erre felhívni a figyelmet. Egy néhány évvel ezelőtt, 2017-ben jelent meg a könyvkiadó Egri Liceum című bibliográfia, egy történeti kiadványjegyzék, a Liceumi Nyomda közel 200 éves működéséről. Ebben lelkes fiatalok vettek részt innen az egyetemünkről. Van közöttük már olyan, aki túl van a PhD fokozaton, van olyan, aki jelenleg PhD-zik, illetve olyan is van, aki várja
hogy felvételt nyerjen majd a doktori iskolánkba. A rendkedvéért szeretném is elmondani azoknak a fiataloknak a nevét, akik ennek a kiadványnak az összeállításában részt vettek. Kezdem Nagy Andorral, folytatom Dinnyi és Patrikkal, Hamzók Juditnak a neve is feltétlenül el kell, hogy hangozzon itt, illetve Fülep Ádám és Mizera Tamás, azok a lelkes hallgatók, akik, vagy egykori hallgatók, akik részt vettek ennek a munkának az összeállításában. A feladat az volt, vagy a vállalt feladat az volt, hogy a líceumi nyomdának a nyomdatermékeit minden lehetséges helyről, természetesen hozzáférhető helyekről megpróbáljuk összevadászni, hát úgy, ahogy az egy igazi könyvtároshoz illik. És ennek eredményeként napvilágot is látott két kötet. Az első kötetnek a borítóját mutatom itt be, 1755-től 1852-ig, nagyon fontos évszám, majd még fogok róla beszélni, hogy miért választottuk ezt korszakhatárnak. A következő kötetnek természetesen 1853-tól 1949-ig tart. Ezekben a kötetekben tételesen, bibliográfiai tételek mentén mutatjuk be azt, hogy milyen kiadványok láttak napvilágot itt Egerben az elmúlt 250 évben, pontosabban 200 évben, de ez a korszak 1949-ben véget ér. Természetesen akkor nem csak a főispáni tisztség szűnt meg, hanem a érseki líceumi nyomda is. Egy kis ajánlás csak azoknak, akiket esetleg érdekel ez a téma közelebbről is. Van egy sorozat itt az egyetemen, a liceumi szellemiség ismeretterjesztő sorozat. Ennek már 20 füzete napvilágot látott, és ebből az egyik éppen az egri liceumi nyomdához kapcsolódik. Képekkel, szöveggel nyomon lehet követni a történetet. Akikről én most a mai napon fogok beszélni, az 6 főpásztor Egerben. Természetesen olyanokról, akik valamilyen szempontból különleges szerepet töltöttek be ennek az intézménynek az életében. Hát Barkóczi Ferenc volt az a püspök, aki megalapítja a liceumi nyomdát. Eszterházy Károly volt az, aki igazából felvirágoztatta. Aztán Fuchsavér, illetve Fischer István már érsekek. Ők azért kerültek ide, mert kontrasztként szeretném bemutatni, hogy a püspökök tevékenysége után az érsekek milyen kiadói politikát folytattak. Természetesen a 19. század nagy érseke, Pirker János László nem maradhat ki a sorból, és vettem még egy 20. századi példát is, Szmrecsányi Lajos személyében, aki azért fontos itt most számunkra, hiszen a nyomda bezárása előtti időszak utolsó érseke, illetve hát egyáltalán nagy érseke Eger történetének. A nyomda történetéről csak nagyon röviden, 4 plusz 1, ha szabad így mondani az államosítást külön korszaknak véve, tehát 4 plusz 1 korszakot tudunk megkülönböztetni, vagy elkülöníteni a nyomda történetében. Van egy olyan időszak, ami hát majdhogy nem a legendák ködébe vész, ez amit könyvtáros nyelven úgy hívunk, hogy a hamis nyomdahely korszaka, tehát amikor feltűnnek olyan nyomtatványok a magyarországi tipográfia történetében, amelyeknek a kolofonjában Eger neve szerepel, de tudjuk, hogy nem Egerben készültek. Hát a legismertebb talán, amit mindenki tanult hajdanán még középiskolában biztosan, az a II. Rákóczi Ferenc által Egerben jegyzett, ugye Mercurius Hungaricus, illetve Mercurius Veridicus lapoknak a számai, de hát tudjuk, hogy ezek nem Egerben készültek, hiszen Egerben nem volt még 1705-ben, vagy 1703-ban, 4-ben, 5-ben, tehát ott azokban az években nyomda. Barkóczi püspök idején is egyébként keletkezik néhány olyan nyomtatvány, ami még 1755 előtti megjelenésű,
ekkor még biztosan nincs Egerben nyomda. Pontosabban azt nem lehet sosem állítani történeti kérdésekben, hogy biztosan nem így volt, de nincsenek róla adatok. 1755 közepétől tudunk csak a nyomda működéséről. 1755-tel be is köszönt egyébként egy olyan rövid időszak, 10,5 év körülbelül, amikor magánkézben van a nyomda. Egy Barkóczi Ferenc által Pozsonyból Egerbe hívott nyomdász dinasztiának az ifjú sarja, Franz Anton Royer személyében nyomdászt kap a város. 3 évi működés után azonban átadja a nyomdát sógorának, Karl Josef Bauernek, és ő az, Bauer az, aki még néhány évig működteti a nyomdát. Amikor elmegy Barkóczi ugye Egerből Esztergomba érseknek, akkor mindenki jól ismeri a történetet, Eszterházit választják meg, vagy nevezik ki, de Egerbe főpásztornak, és ugye, az itteni nyomdász, Royer, elmegy Barkócival Esztergomba, elviszi a nyomdakészlet felét. A másik felét itt hagyja, azzal Bauer gazdálkodik, és egyébként nagyon jól sáfárkodott, hiszen a kiadványoknak a minősége az egyáltalán nem csökkent, a megfelezett nyomdakészlettel sem, holott ez általában a nyomdászat történetben beszokott következni, legalábbis Magyarországon. 1766-ra úgy eladósodik Bauer, hogy kénytelen megszabadulni az adósságaitól is, meg a nyomdától is, ugyanis Eszterházi püspök 5501 néhány forintért kiváltja az adósságait a nyomdásznak, de hát ezzel természetesen oda is kerül püspöki fennhatóság alá a nyomda, és innentől beszélhetünk a nyomda püspöki korszakáról. 1804-ig teljesen természetesen, hiszen 1804 az az évszám, amikor az egri püspökség, tehát az egri egyházmegyének a területét felosztják, több dolog miatt is. Ugye egy érdekesség, hogy az egri egyházmegye az Árpád-kor óta, tehát igen sok évszázada, őrizte a területi integritását, illetve a területi nagyságát. Olyannyira, hogy ez az egyházmegye volt a Kárpát-medence legnagyobb méretű egyházmegyéje, körülbelül 90 ezer négyzetkilométeres, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a mai Magyarország területe ugye 93 ezer négyzetkilométer, tehát körülbelül a mai ország méretével megegyező területű egyházmegyéről van szó. Ez azért is fontos, azon túl, hogy a legnagyobb, tehát nem, amúgy nem csak Magyarországon, hanem Európában is általában. Azért fontos, mert ennek az egyházmegyének a központi helyén, székhelyén, Egerben, ha egy nyomda létesül, akkor természetesen az ott kiadott dokumentumok, azok az egész egyházmegye területén, meg sokszor természetesen azon kívül is terjednek. Tehát óriási hatást gyakorolnak az egyházmegye területén élők életére. És ez az iskoláztatástól egészen az időskori olvasmányokig az élet teljes spektrumára kiterjedt. Tehát óriási a jelentősége ennek, vagy volt a jelentősége a korban ennek az Egerben működő egyébként egyetlen nyomdának. És végül az utolsó korszak, bocsánat, tehát külön nem neveztem meg, tehát az érseki ugye, korszak az 1804-től 1949-ig tart, és végül ugye 49-ben bekövetkezik az államosítás, úgyhogy onnantól nem tudunk beszélni ennek a katolikus intézménynek a történetéről. Ahogy látják, a nyomtatványok száma az körülbelül 4000, legalábbis amit sikerült eddig azonosítani. Természetesen minden olyan kutatásnak, mint ez is, velejárója, hogy hiányos. Tehát előbb-utóbb fognak előkerülni olyan nyomtatványok, egyébként már 17 óta kerültek is elő olyan nyomtatványok, amelyek nem szerepelnek természetesen ebben a kiadványjegyzékben, hiszen amikor ezen dolgozott az emlegetett kis csapat, akkor még ezek nem voltak hozzáférhetőek vagy ismertek.
Na hát a megnevezett püspökök, illetve érsekek mentén szeretnék néhány kiadványt kiemelni. A célom ezzel a kis előadással most az, hogy eloszlassak egy tévhitet. Ugyanis hát elsősorban természetesen laikus körökben az a nézet terjed, vagy legalábbis ez a tapasztalatom, hogy ha egy valamilyen felekezethez köthető nyomdáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy az katolikus vagy bármelyik protestáns felekezet, hiszen Magyarországon azért jobbára ezekről tudunk beszélni, akkor azt gondolják általában, hogy azokban a nyomdákban szinte kizárólag csak az adott felekezethez kapcsolódó, azzal a felekezettel szoros kapcsolatban álló nyomtatványok látnak napvilágot. Hát majd meglátjuk, hogy ez nem igaz. És ezt most az egri példán szeretném bemutatni. Azok a számok, amelyeket látnak, de tehát itt 1731-54 azt azért emeltem ki külön, hiszen az még az úgynevezett hamis nyomdahelyű korszak, de már Barkóczi idejére is esik, és hát 1755-től 1761-ig, amíg Barkóczi elhagyja Egert, mert Esztergomba távozik, ezt egy külön periódusnak vettem. Minden személynél ugyanez lesz majd a logika, tehát a idézőjelben uralkodási ideje, tehát amikor itt van Egerben főpásztorként, az alatt az idő alatt mennyi kiadvány jelenik meg, és a zárójelbe tett számok pedig azt jelentik, hogy mennyi ebből az úgynevezett lelkiségi könyv, vagy az egyház kormányzáshoz, és egyáltalán az egyházi ügyekhez kapcsolódó kiadvány. Úgyhogy majd tessék megnézni a kontrasztokat, hogy mi a valóság, és vagy hát mi a tényleges nyomdatermés, és aztán abból mennyi az, ami a laikusok által elképzelt képbe illik. Hát itt nem fogom most sorolni a kiadványokat, hiszen amíg beszélek, addig mindenki tudja követni a diákon. Megpróbáltam úgy összeválogatni ezeket a kiadványokat, hogy mindenféle tudományterülethez kapcsolódjanak. Azért nem volt egyszerű ez a dolog, mert itt most az érthetőség kedvéért kizárólag magyar nyelvű nyomtatványokat válogattam. Viszont, és akkor ezzel elnök úrnak is kibeszélek a szövegemből egészségére, hogy ugye a magyarországi művelődés történetben 1989 előtt, tehát a közel 1000 év visszafelé, az sajnos semmilyen kapcsolatot nem mutat az angol nyelvvel. Tehát nyilván a latin, főleg a német egy időszakban sokkal relevánsabb nyelvek, természetesen nyilván az anyanyelvünk mellett, mint az angol, vagy szemben az angollal. Tehát itt sajnos nagyítóval sem tudunk olyan kiadványokat találni a magyarországi nyomdászat történetben, ami angolul lenne. Itt Egerben rengeteg latin nyelvű kiadvány született, rengeteg német nyelvű, igen sok francia, néhány szlovák, néhány cseh, egy-két lengyel is van, illetve olasz nyelvű kiadványokkal is találkozunk ebben a katalógusban, amit már mutattam. De most, ahogy mondom, csak a magyar nyelvűeket válogattam ki, hogy mindenki számára egyértelmű, vagy érthető legyen. Tehát Barkóczi püspökkel kezdjük. Eszterházi püspök, nyilván a leghosszabb ideig Egerben uralkodó püspök. Ez természetesen meg is látszik a kiadványok számán is, hiszen 800 fölötti azoknak a dokumentumoknak a száma, amelyek Eszterházi idején hagyták el a nyomdát, ami ekkor még természetesen püspöki nyomda, és hát mindenféle műfajban keletkeztek természetesen püspöki engedéllyel kiadványok.
még akár a régi indusokról is, ahogy az utolsó sorban láthatjuk, tehát még olyan kiadvány és napvilágot láthatott, amelynek a leghalványabb kapcsolata sem volt a, nemhogy a katolikus vallással, a kereszténységgel sem. Fuchs Xaver nagyon rövid ideig uralkodó érsek. Igazából azért hoztam, mert ő az első egri érsek, és hát nagyon szép dolgok jelentek meg egyébként a itteni munkálkodása idején. A legutolsó címre szeretném felhívni a figyelmet, bár nyilván már előbb is megtehettem volna, tehát mindig próbáltam egy-egy olyan címet is beválogatni ide a diasorba, ami az oktatáshoz, általában a közoktatáshoz kapcsolódik. Itt most egy ilyen címet vettem, a tisztelet, böcsület, tisztesség, illendőség és egészségnek föltartására vezérlő regulák, melyekhöz kell az ifjúságot szoktatni, hogy boldogul élhessenek. A következő érsek Fischer István, ő egy kicsit hosszabb ideig volt az érseki székben, mint elődje, viszont kiadványok szempontjából annyival több minden nem hagyta el a nyomdát, mint Fuchs érseknek a 3,5 éves ugye regnálása alatt, tehát relatíve ugye jóval kevesebb kiadvány volt, amit engedélyezett Fischer. Pirker érsek, hát talán a legjobban ismert az érsekek közül, Egerben, illetve mindenfelé. Ő természetesen elsősorban nemzetközi porondon, nem az egyházi tevékenységéről volt igazán ismert, hanem a szépírói művészeti nem találom a megfelelő szót, szóval, hogy ezekhez vonzódott, ugye elsősorban a szépirodalomhoz, illetve a különböző, a képzőművészetekhez, úgyhogy ő maga is természetesen művelte a szépirodalmat, legalábbis amellett természetesen, hogy mindenben eleget tett a főpapság, vagy a főpapi hivatás által igényelt ugye feladatoknak. Az utolsó főpásztora ennek az előadássorozat, vagy ennek az előadásnak Szmerecsányi Lajos, akinek a tevékenysége azt hiszem, hogy éppen azért, mert 20. századi viszonylag jól ismert egyébként általában a polgári lakosság körében is, és hát ugye 2 év óta viszonylag sűrűn emlegetjük a nevét, amiatt, mert hogy ugye érsek úr akkor felterjesztette a város közgyűlés elé, hogy az érsekkertet, vagy előtte népkertnek hívott ugye parkot nevezzék át Szmerecsányi Lajos parkká, vagy érsekkerté. Ez meg is történt. Nyilván ennek megvolt az oka, hiszen éppen abban az évben volt 100 éve, hogy Szmerecsányi felajánlotta a nagy közönség használatára ezt a területet, és hát azóta is Eger ugye legnagyobb közparkja. Na hát ő ugye elsősorban olyan területekről ismert, most még nem akarom igazából lelőni a poént, azért állok meg, vagy vagyok bizonytalan az egyes személyek ismertetésénél, mert mindjárt egy összefoglaló képen szeretném bemutatni, hogy ki mit preferált igazából a tevékenysége idején. Szóval, hogy Szmerecsányi Lajos elsősorban hát nem egyház ügyi területen vált híressé, vagy legalábbis a kiadványok, amelyeket ő engedélyezett, hogy megjelenjenek az érseki líceumi nyomdában, nem arról árulkodnak, hogy Szmerecsányinak mindenképpen ugye elsődleges szempont volt a tevékenység rendszerébe az egyház kormányzat. Nevezzük így általánosan.
Na és mielőtt rátérnék erre az összefoglaló bemutatásra, itt szeretném felhívni a figyelmet, hiszen itt van körünkben paptanár úr a harmadik tételre, ugyanis 100 évvel ezelőtt egy ugyancsak történész, pap József, bár másik korszakkal foglalkozott, mint a mostani, de mégiscsak itt tevékenykedett a közelben. Úgyhogy ezt kimondottan neki szántam, ezt az egy tételt. Jó, tehát itt a 7 éves háborúról, tehát nyilván egy 18. századi dologról van szó. És akkor nézzük most egyenként, hogy a könyvek alapján, tehát most ne tessék félreérteni, ezzel én nem úgy jellemzem a főpásztorokat, akiket itt most röviden bemutattam, hogy ugye minden dokumentumnak, ami hozzájuk kapcsolódik, utána néztem és böngésztem őket, nem, kizárólag. Azokat a nyomtatványokat vettem alapul, amelyek az ő regnálásuk alatt jelentek meg. És ezek alapján mutatom be azt az általános képet, amit itt most látni fognak. Ez lehet, hogy eltér, sőt bizonyos szempontból biztosan eltér az egyház történetben bevett képtől, viszont ezt mutatják a kiadványok. Tehát Barkóczi... Ugye a következő, nem fogom most itt felolvasni, mindenki tudja követni. Barkóczi az alábbi ügyekkel foglalkozott a kiadványok szintjén a legszívesebben. Hát Eszterházy, majd mindjárt a százalékokról is beszélek. Eszterházy egy nagyon széles skálán mozgó tevékenységet tudhat magáénak. Aztán a két érsek, ugye hát rövid ideig uralkodtak, tehát nekik olyan túl sok idejük nem volt arra, hogy kibontakozzanak a könyvtörténet területén is, és végül Szmrecsányi. Na hát ezek a százalékok, amik ott szerepelnek a nevek után zárójelben, azok azt adják meg, amit az elején beharangoztam, hogy a kiadványok közül hány százalék az, amely... Hát lelkiségi, így foglaltam össze általában, lelkiségi, illetve egyházi vonatkozású nyomtatványokat takar. Na hát azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek, és ezzel talán mindenki számára tudtam is azt bizonyítani, hogy mi minden egyéb jelenhet meg, illetve jelenik meg egy-egy nyomdában, azon túl, amit a nagy közönség feltételez. És engedjék meg, hogy a végén hoztam egy kis desszertet, ugyanis Szmrecsányi érsek idejéből maradt fent egy olyan passzus hivatalos helyen, amely kimondottan a nyomda tevékenységére utal, tehát hogy milyen dokumentumok láthatnak ott napvilágot. A történetet nagyon röviden szeretném felvezetni. Török Kálmán prépostkanonok az Egri Székesegyházban 1931. április 26-án Tedeum című szónoklatával köszöntötte a 80 éves Szmrecsányi Lajos érseket. Születésnapi köszöntőjében a korszak szellemi életével kapcsolatban az alábbi megállapítást tette. Idézem. A kereszténység szellemével rokontalan politikai és társadalmi tévtanok szennyes hullámai ostromolják nem csak állami és társadalmi berendezkedésünket, hanem magát az egyházat is krisztusi igazságaiban és intézményeiben. E bódító tévtanok mérges gázokként szívódnak fel a lelkekbe, s kiölik azokból a vallásos hitet, az Isten, a haza, az állam és társadalom törvényeinek és hagyományainak tiszteletét, mely nélkül pusztulásnak indul itt minden, amit a maholnap már 2000 éves keresztény civilizáció megteremtett. Idézet vége. Na most ennek a gondolatnak a szellemében az érsek egy könyvbíráló testületet állított fel, melynek tagjaitól elvárás és követelmény volt, hogy jellemükben fedhetetlenek, szaktudásukban pedig kiválóak legyenek. A részrehajlást vagy előítéletet a legkevésbé sem a részrehajlás vagy előítélet a legkevésbé sem jellemezhette őket,
Bírálataik során mindig elsősorban a művet, és nem azok írójának személyét kellett szem előtt tartaniuk. A könyvbírálatot végzők világi és szerzetes papokból álltak, akiket az érsek választott ki. Biztosan volt ilyen testület korábban is, hiszen mindig is ugye cenzúrázták azokat a dokumentumokat, amelyek megjelentek, de itt tudunk először, vagy értesülünk expressis verbis erről a hivatalról. Na és akkor most következik Szmrecsányi. Tehát Szmrecsányi érseksége alatt 1931-ben sor került az egyházmegyei zsinat összehívására, amit 1942-ben egy újabb követett. Erről Tengely Adrien kolléganőnk írt az elmúlt időszakban többször. Az 1931-es zsinat többek között az érseki líceumi nyomda kapcsán kimondja, hogy idézett: könyvet, füzetet, akár vallásos, akár profán tárgyról kiadni, továbbá hírlapokban munkatársi vagy szerkesztő tisztet vállalni csak főpásztori engedéllyel lehet. Csak kifogástalan, jó szellemű irodalmi vállalatokat, hírlapokat szabad támogatni, csak ilyenek kiadványait szabad megszerezni. Ebben a tekintetben a pap híveire is irányító befolyást gyakorolni köteles, amit eredménnyel nem tehetne, ha maga akár hírlapokat, akár más kétes irányzatú, vagy éppen az egyházi szellemmel merőben ellentétes ilyen kiadványt olvasna. Idézet vége. Na, tehát ezt a bemutatást szántam igazából még ide ennek az előadásnak a végére. Hát bízom benne, hogy találtak benne olyan ismeretet, adatot, amiről még nem tudtak, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen professzor úr előadását. Hogy látom, még mindhárom előadó körünkben van, és nem is tartom valószínűleg, hogy ők lesznek az elsők, akik elhagyják a termet, tehát kérdéseket lehet hozzájuk intézni, akár majd informális körülmények között is, de most megadom a lehetőséget arra, hogyha valakiben esetleg kérdés vagy valamiféle hozzászólási vágy lakozik, hogy most így plenáros körülmények között éljen ezzel a lehetőséggel. Van esetleg, aki kérdezni szeretne, hogy megjegyzést fűzni a elhangzottakhoz. Ahogy elnézem, nincsen, így köszönöm szépen mindenkinek, hogy megtisztelt a jelenlétével. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megtisztelt a jelenlétével a ünnepi nyitó ülésünket. Köszönöm szépen mindhárom előadónak a hozzájárulást ennek a tudományos hangjához, és mindenki figyelmében ajánlom a további rendezvényeinket, mely az intézet honlapján nyomon követhető, hogy éppen mikor, hol, milyen témában lesznek ezek. További szép napot kívánok!